Sziasztok! Olteró vagyok, és mindenkit köszöntök itt a csatornán. Most az április következő heti taróját fogom nektek elmondani. 22-től 31-ig lesz érvényes ez az olvasás. Még mielőtt nagyon belemennénk, meg szeretném jegyezni, hogy az ilyen havi, heti vagy napi tarók sosem helyettesítik a személyes elemzéseket, mert nyilván a sorsok el is térnek, bár azért vannak olyan dolgok, amiket kollektíve is megélhetünk. Ha a személyes konzultációra szeretnél jelentkezni, lent minden elérhetőség és részlet ott lesz. De akkor nézzük meg, milyen lapok láthatóak itt, és itt van az akasztott ember, a kelyhek királynője, a kardok királya, a kardok hármas, a kardok ötös és a remete. Ez a hét már picit nehezebben telik, mint a korábbi pár hét, és itt már nagyobb nehézségekkel is szembe fogunk nézni. Ez azt is jelenti, hogy van egy kérdés vagy helyzet, amiben tehetetlennek érezzük magunkat, nem megyünk se előre, se hátra, hárítunk egy döntést, vagy valamilyen szünet van egy területen, másik szemszögöt érdemes találnunk ilyenkor, és legyőzni az anyagi cselvitásokat, vagy az arroganciát. Foglalkozzunk picit spirituális dolgokkal, mert azok sokszor segítenek megoldást találni egy kérdésben. Most nehezen találjuk meg a helyünket. Hiába vagyunk lojálisak, kedvesek, hideg hangulat fogadhat, áldozatnak érezhetjük magunkat egy vitában. Ha nagy nyomás alá kerülünk, jöhet belőlünk az agresszív védelmező is, ami azt mutatja, hogy egy stresszes szituációban könnyen áldozatnak látjuk magunkat. Találkozhatunk egy nagyon bölcs férfival, akinek a tanácsát érdemes lesz kikérni, viszont ellenségnek már nem olyan jó, ha ő részt vesz mondjuk a nehézségeinkben, akkor igencsak nehéz lesz vele, ezért óvatosan kell, inkább legyen ő barát, mint ellenség. Ez a hideg légkör egyébként ezt fogja jellemezni, ezt a hetet. Pereskedés is előfordulhat, valamilyen cselszövés, rossz indulat, amik nem olyan jó dolgok. Ezeket nehezen fogjuk megélni, nehezen bocsátjuk meg, viharos érzelmi időszakot mutat ez a hét. Lehet, hogy vitázunk mondjuk valamivel kapcsolatban, vagy valamilyen helyzetben leszünk, ami miatt picit letörtnek érezzük magunkat. Mindez tetézheti egyébként tényleg tovább és tovább ez a sok rossz dolog, ami körülöttünk lehet. Ezért legyünk nagyon óvatosak most, mert olyan helyzetben is részünk lehet, ami nem egészen fair. Valahol még ebben is azért sikerül egy szellemi békét megtalálni, megtalálni ennek az értelmét, rossz dolgok miértjeit. Van, akit ez lehet picit magánnyal tölt el, mások számára meg spirituális fejlődést jelent, ez kényes kérdés. De sok spirituális ember szokta a nehézségeit előnnyé kovácsolni, hogy tanul annak a mélységeiből. Erre lesz most lehetőség, ami lehet kevés vigasz, de néha akkor jövünk rá nagy igazságokra, amikor tapasztalunk valami furább dolgot. Kitartást kívánok nektek erre a hétre. Hogyha úgy érzitek, hogy nagyon elakadtatok, lehet érdemes még a tarót megkérdezni. Keressetek bátran ilyen konzultációval, lent minden részlet ott van, hogy én ezt hogyan vállalom el, milyen formában. Életút elemzéssel is kereshettek, azok nagyon feltöltik amúgy is az embert. Főleg ezek olyan dolgok, amiket mindig is éreztünk, csak nem hittünk bennük, mert az egónk mondjuk kacifántos, és
nagyon szeret beszólni nekünk, és azt mondani valamire, hogy nem lehet, de ennek az ellenkezőjét is megcsinálhatja az egónk, hogy azt mondja, na, ezt lehet, és ezt csináljuk, közben totális fals az egész gondolatmenet. A taró abban segít, hogy picit megerősít minket, a valóságot megmutatja, és ne feledjétek, azért elsősorban ti alakítjátok az életeteket, és erre is megvan az esély, de arra is, hogy sodródunk a széllel. Örültem, hogy velem tartottatok, írjatok kommenteket bármilyen kérdéssel kapcsolatban, nyugodtan mondjátok. Hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, és hogyha szeretnétek mindig frissen értesülni, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!